oldalra. Ez viszont majdnem jó lett, a háló tetején landolt a labda, váratlan beadása volt Kuttornak, lehet, hogy látta, hogy kint van Balog, ezért próbálkozott, ha így akart, akkor jó megoldás volt. Annyit megalapítottunk, hogy Mitring nagyobbat tud kirúgni, és milyen jó! Takács lövése Balog kezében halt el. A videót onnál a labda, Sallói, ebből lesz a gól, Takács, Sallói, aztán Zuty. 1-0 videót on volt, ami a vára bal. Száll a beadás. Aztán kapuba kerül a labda, mindenki mutogat, Molnár játékvezető kiszalad a partjelzőhez, elhessegető onnan a reklamáló Fradi játékosokat. Gyorsan megbeszélik, les volt, a gól érvénytelen. Itt a lehetőség az ellentámadásra, Takács, jó, fordul le. Utoléri kell, utoléri, ez kiállítás. Molnár játékvezető elteszi a sárgalapot, és Keller kiállítja. Második félidő, 6. percében. Megfogyatkozik tehát a Ferencváros csapata. Takács egyből jó labdával Sallóit. Ismét szándékos szabálytalanság. Mit ítél a játékvezető? Ez minimum sárgalap. Úgy látszik, Molnár játékvezető úgy vélő, hogy megtette a kötelességét a piros lappal is. Nem érzi, hogy ismét a zsebébe kellene nyúlnia. Molnár be, Takács óriási helyzetben. Takács Lajos. Bekő nagyon jó játszik. Bekő még mindig. Takács nincs les. 4-5 videótól játékos egy Fradi védővel szemben. Jaj! Takács Lajos. Az elébe egy nagy helyzet. Most még egy óriási helyzet lehetőségét puskázta el. Ferencvárosi szabadrugás következik. A második félidő 13. percében cseréhez készül a Ferencváros. 12-essel Pálink készül beállni, tehát támadást erőlteti. Nyilasi Tibor vezetőedző, Dukon be egyből, ott a helyzet, és ott a gól. Vukovics gólja. Mondtam, a kimaradt a két videóton helyzet, ez megbosszulja magát, és meg is bosszulta magát. Jó labda ki Bekőtől oldalra, jó beadás kéne. Sallói egyből, nem volt rossz lövés, 3-4 méterre mellé ment. Sallói ki Máriásinak, itt a lehetőség, a videóton voltam előtt, Máriási beadja. Indított.